Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai adásunkban egy legendás időszakról fogunk beszélgetni, természetesen egy legendával. Mégpedig Felkai Miklós, a debreceni Lux, az Apostol és a Color együttes gitárosa. Tisztelte, köszöntelek, szervusz. Szervusz, köszöntöm. Hoztam egy idézetet, már csak azért is, mert Jimmy Page az egyik kedvenced, egyik példaképed, aki azt mondta, hogy nem magamban hiszek, hanem abban, amit csinálok. Ezt azt hiszem, hogy te magad is elmondhatod. Hát örülök, hogy ezt most hallom. Én ezzel nem találkoztam. Figyeltem ezeket a nagy gitárosokat, de ezzel nem találkoztam. Csodálatos, csodálatos. No, mielőtt azonban beszélgetnünk erről az egyedi és fantasztikus pályafutásról, nézzünk meg a Lux együttes 40 éves koncertfelvételéből egy dalt. Nem látjuk, mert... Egy legendás dalt hallottunk a Lux 40 éves születésnapi koncertjéről.
És most arról kéne beszélgetnünk, hogy az indítatás, hiszen ha arról beszélünk, hogy egy debreceni srác, aki a Péterfia utcai általános iskolában kezdte a pályafutását, és most ugye 70 éves leszel rövidesen, ezt áruljuk el szeptemberben. Nem titkolom, igen. Előre is gratulálok. Köszönöm szépen. No, hogy választ magának hangszert, hivatást, hiszen az első pillanat az már olyan, hogy ha megragad, és az végigviszi az egész életében. Menjünk egy kicsit vissza a Civisvárosba. Nagyon érdekes a kérdés, amit föltettél, mert tulajdonképpen én 4-5 éves koromban már zenéltem otthon, ilyen kis gyerekzongorán és szájtrombita. És anyám egy nagy mázlimra szerencsére beirattak a zeneiskolába. Ott pedig úgy alakult, hogy hát ez nagyon régen volt, 1958-ban, úgy alakult, hogy hát nem volt gitár természetesen, viszont volt zongora, hegedű, stb. És jött a zongora, mert a szüleim a zongorát, vagy az egy szép hangszer. Úgyhogy 7 évig zongoráztam, és 63-ban, hát jött a Shadows, jött a Beatles, és a fülem ezt észrevettem. És hát kikönyörögtem egy gitár, de hát nem úgy, mint ma, hogy mindenféle gitárt lehet kapni. Apukám Bulgáriából hozott egy nagyon szép, de hát szakmailag nézve kicsit nehezen használható gitárt, úgyhogy így kezdődött. És az osztálytársaim köztük a Lux együttes egyik tagja, Tikás Sanyi, együtt jártunk 8 évig, úgyhogy mi már 13 évesen zenekart alakítottunk, és a gitár tulajdonképpen úgy jött, hogy hát abban az időben, a beat korszakban az elkerülhetetlen volt. Lám, tehát így is bebizonyosodik, hogy a Kodály módszer nagyon is jó volt annak egyértelmű, az idején. Egyértelmű. És ugye a Fazekas Mihály gimnáziumba kerültél, igen. És egy érdekes pillanat volt, hiszen az volt az országban az egyik első, ahol kipróbálták azt is, hogy milyen egy gimnazistának szakközépiskolásnak. Egyébként nagyon jónak tartom. Pechemre nem vettek fel az elektroműszerészre, így autószerelő tagozatra vettek fel, és azért azt tudjuk, hogy abban az időben az autószerelés az nem úgy volt, mint ma, tehát olyan szerszámok voltak, hogy a kezünkre vigyázni kellett, de ez nagyon jó párosítás volt, és csak hadd dicsekedjek, hogy a Cserhalmi Gyuri 2-vel fölöttem járt a Fazekasba. És akkor neki többször játszottunk úgynevezett osztálybulit, hát akkor ez volt, és akkor hát ott összebarátkoztunk. És, de hát ez nagyon régen volt, mert aztán ő hamar elkerült. Igen, aki szintén székesfehérvári lett. A Gyuri itt lakik. Igen. Hát ez jó, én akkor majd utána nézek. Igen, hát köszönöm. Most betegséggel küzd, egyébként itt van székesfehérvári színházban, hála de... Istennek. No, aztán nyakadba vetted az országot. Debrecentől eltávolodtál, akkor már tudatos volt, hogy mindenképpen zenével szeretnél foglalkozni, amire nyilvánvaló abban az időszakban csak Budapesten volt lehetőség. Pontosan, ahogy most mondtad. Egy tévé, egy rádió, egy lemezgyár. Tehát aki úgy gondolta, hogy szeretne valamit elérni, az Budapestre orientálódott. Én az kis zenekaromat, a Luxot megkérdeztem, hogy mi lenne gyerekek, ha fölköltöznénk. Hát ugye ez egy tinédzser álom. Hát én nekem nincs kedvem, mondta az egyik, a másik már 2 évig volt itt Pesten, a Dobos Pikó Sanyi, itt tanult, nem itt, bocsánat, Budapesten. Visszajött Debrecen, mert nekem ez csalódás volt, hogy hát a jó dobos, nem, nincs rá szükség. Na a lényeg az, hogy én ilyen makacsfejű voltam, és hát 73-ban volt a Lux együttes, ugye, és egy másfél évre rá az Apostol gitárost keresett. És Kalmusz Józsi, aki a Felkai Dzsembe énekel, akkor már ismertük egymást, hívott telefonon, hogy gyere, tegyél egy próbajáték, ez így volt akkor. Eljöttem, és 74 novemberében fölvettek az Apostol zenekarba, hát az egy óriási dolog volt, és 75. január 1-től hivatalosan pesti lettem. Az egyértelmű, de egy kicsit menjünk vissza az időben. Ki mondta meg először, hogy megvan benned a kellő tehetség, akarat, és késztetés arra, hogy ezen a pályán indulj el? Nehéz helyzetbe hozom, mert én egy makacs ember vagyok, egy kicsit egoista, lehet, hogy minden művész ilyen, és én tudtam, én bíztam, ugye, amit mondott Jimmy Page, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Én bíztam abban, hogy amit én csinálok, azt jól csinálom. Ez nagyon rosszul hangzik, mert lehet, hogy azt mondják, na, ez már a nagy képviség minimuma, de én bíztam ebben. És azért mondta, hogy nekem többre van szükségem, mint nem Debrecenre van baj, hát Debrecenben most már van tévé, minden van, lemezt meg óránként adhat ki az ember, de akkor nem így volt. És akkor ez egy nagy lépés volt az életemben, hogy igen, az Apostol együttes, akik pestiek, azt mondják, hogy ez a vidéki gyerek jó, kell nekünk. Ez egy fontos visszaigazolás volt. Egy barátodnak azt mondtad egy interjúban, és ezt ő fogalmazta meg, hogy ő úgy gondolta már, mint te magad, hogy amit ő hall, azt mások is hallják, ezért érvényesülni a fővárosba ment. Na hát ez így is történt. Igen. Kik voltak a példaképeid? Akiket szerettél volna valamilyen formában megélni?
Hát ez is egy nagyon jó kérdés, mert ez volt az iskola. Én tanítottam, most is megpróbálok majd létrehozni egy kis kurzusos iskolát, tanítottam 20-25 évig, és mit tanítottam? Amit én végigjártam. Ugyanis nem volt gitártanár Debrecenben, és nem csak példakép volt, a tanáraim a Shadows, aki még emlékszik, egy kiváló gitárzenek, a Beatles, Rolling Stones. De egyszer csak megjelent Jimi Hendrix. Hát az maga volt a katasztrófa a gitárosok számára, aztán megjelent a Led Zeppelin, ugye? És akkor így, hogy megyünk sorba, hát Van Halen volt az utolsó 1978-ban, aki azt mondta, na jó, én most már én nem fogom fejleszteni magamat, most már megmaradok ezen a szinten, de ők voltak azok elsősorban, mert nagyon sok zenekart hallgattam, csak nem sorolom fel, akikre azt mondtam, hogy igen, ez egy nagyon komoly gitárszínvonal, tehát a zenét azt tegyük félre, én a gitárosokat figyeltem, és ezek voltak a tanáraim. Hogy választottál stílust magadnak? Így, ahogy most ezen végigmentünk. Én imádok Shadows-t játszani mai napig, ha az jó, már úgy értve jók a körülmények. Imádok Jimi Hendrixet játszani, mert az olyan, mint egy Bartók darabot, vagy egy Beethoven-t elővenni. Ezt néha megkérdezik, hogy Miki, miért játszod mások számait? Hát azért, mert az egy mestermű, és én abba, hogy úgy mondjam, belehelyezzem magamat. Ez egy nagyon fontos dolog igen, számomra. Igen, eljutunk a gitárpályba, így akkor erre vissza így is térünk. Viszont Eric Clapton, aki szintén a te kedves számodra, hát, azt mondta, a dal létrehozása olyan egyszerű, mint egy érzés megformázása. Nagyon jókat ez mondasz, ezeket meg kell tanulni. Mert ha belehallgatunk egy-egy dalba, akkor látjuk, hogy egészen különleges stílusban játszol, ami egyébként Magyarország bővelkedik a remek gitárosokban. Igen, hála Istennek. De ez nem mindenkire jellemző. Hát ez nagyon fontos, hogy legyünk mások. Például Carlos Santanát kifejlejtettem, hát imádom. De nem olyan, mint Jimmy Page. Jimmy Page majdnem olyan, mint Eric Clapton, hogy együtt is zenéltek. De visszatérve erre a dologra, én úgy láttam ezt a kérdést, hogy ami bennem van elvárás, megint nem szeretném nagyképűnek tűnni, én azt szeretném mindenhol, ha 5 ember van, ha 100, ha 5000, mindenképpen aznap létrehozni. És az én elvárásom sokszor az kell, hogy mondjam, hát nem mindenkivel egyezik, és akkor ebből vannak kalamajkák, már úgynevezett olyan kalamajkák, hogy a közönség megbocsájtó, és nekem tulajdonképpen a fele is elég lenne, amit elvárok magamtól, akkor is szeretnének, de én ebből nem engedek. Bennem van egy ilyen. Az apostol bejött? Az apostolba, röviden elmondom, mikor beléptem, akkor Makrai Pali, kiváló énekes, gitáros, éppen kilépett. De én ezt nem tudtam, és ő énekelte azokat a számokat, amit én hallottam az apostolt, hogy Chase, Chicago, Blood Sweat and Tears. És ahogy beléptem, stílusváltás történt, ugye jött a Nehéz a boldogságtól búcsút venni, pont Székesfehérváron, itt nyert a zenekar, és onnantól kezdve stílusváltás következett, ami azt jelenti, hogy a gitárnak nem volt komoly szerepe. Nehéz volt a boldogságtól búcsút venni? Vagy apostoltól, vagy az apostoltól, így áttételesen. Őszintén nem akarok sarat dobálni, de nem én léptem ki az apostolból 5 év után, hanem a 8 tagból 4. Mert akkor készült egy olyan lemez, amin olyan dalok voltak, most nem idézem ide, hogy mi úgy éreztük, hogy azzal nem szeretnénk. Tehát ilyen értelemben a Color hívással megváltás hát az egyértelmű. Aki meghallgatja az új színek lemezt, 81-ben jelent meg, vagy 80 végén, hát életem talán egyik legjobb lemeze, és egy olyan találkozás volt a zenei vonalon ezekkel a bokor fiúkkal, hogy csodálatos volt számomra. Ez egy fantasztikus újdonságot hozott a magyar zenei palettára. Aztán lehet, hogy túlzásba esem, amikor ezt mondom, de nem futotta be a Color azt a pályát, amire hivatott volt. Hát, mert sajnos az történt, hogy a három bokor fiú, három testvér, 82-ben elment a legkisebb fiú, ugye Párizsban, a Bánfalvi Ági volt a felesége, és hát ilyen karriert próbáltak építeni, és 84 májusában elment a maradék két bokor fiú, úgyhogy még én se tudtam róla, tehát az nagyon durva volt. Már utána megbeszéltük, hogy miért alakult így, oké, rendben van, de hát ott vége volt a Colornak, és ezt szeretnénk egy remake-be visszahozni, de hát ez mindig csak egyre majd, és ezt tervezzük. A Super Colornak már nem volt esélye, amit te hoztál létre? Nem? A Super Color, hát igen, ez egy szójáték volt, nem azért, mert jobb volt, mint a Color, csak mégis egy picit a Color vizén haladjunk tovább. Szerintem nem volt rossz zenekar. De aki ebben a műfajban van, annak tudomásul kell venni valami furcsa dolgot, és ez egy külön műsort megér. Hogy írhatsz te 50 slágert is, de az nem jut be a rádióba, a televízióba, az nem az lesz. És nem volt szerencsénk bejutni. Idestova negyed százada, sajnos nem tudtunk ott lenni a Petőfi csarnokban, de hát azért azt mindenki tudja, hogy egy felsorolást mondok, Mennyhár, Tátrai, Szűcs Antal, Gabi, Bencsik Samu, Varga Jancsi. Zseniális csapat. Gitárpárbaj. Igen. Honnét jött a gondolat, hogyan lehetett ezt úgy megvalósítani, hogy jószerivel erről beszélt az ország?
Hát nagyon furcsa lesz, amit mondok. Somo Lajos csinált egy zenekart Szenátor néven, ez ebbe az időben. Mondom, megnézem a Lajos, mert mindig ugye jó dolgokat hozott létre Piramis. Bementem a Petőfi csarnokba, Somo Lajos bemutatkozó koncertjén körülbelül 300 ember volt. Mondta, te jó Isten, akkor meghalt a rockzene, vagy mi van? És hazamentem, feküdtem az ágyba, ez olyan ősztályán lehetett, feküdtem az ágyba, elaludtam, fölkeltem, megvan. Olyat kell csinálni, ami még nem volt. És így jutott eszembe ez a gitárpárban. Annál is inkább, hiszen bármennyire is a köznapi emberek számára abszolút ismert neveket soroltunk fel. Igen, igen. Azért a szakma azt tudta, hogy ott vagy a legjobbak között, illetve az egyik legjobb vagy. Hát ha így mondod, én egyébként most nagyon furcsa dolgot fogok mondani megint. Engem az érdekelt, hogy a szakma mondja ki rám, hogy rossz vagy, vagy jó. És ez nem jár együtt a közönség sikerrel. Ez sajnos egy furcsa tapasztalat, de ez így van. Csak mondok egy példát, hogy a tanítványaim között, ha azt mondom, hogy Steve Lukather, számomra a világon az első, második, harmadik gitáros. Most a Jimmy Page ugye már nem is zené. Tíz gyerekből vagy emberből kilenc nem tudja, miről beszélek. És ez nem megnyugtat, hanem azt mondom, szomorú. Igen, tehát a sztárság ilyen értelemben nem vonzott, nem zavart, hogy... Ez két dolog. Én ugyan exhibicionistának látnak, gondolnak, én igazából a zenét tartom a színpadon fontosnak, nem pedig a nagy terpeszt, és ennek van hátránya. Mert a közönség, Erdős Péter mondta, aki a lemezgyárat vezette, a közönség a szemével hallgatja a zenét, ez elég baj. Igen, és tehát ez nem volt zavaró sohasem. Igen, én nem szeretek úgynevezett celeb és sztár lenni. Én jó zenész szeretek lenni, és ha az alapján szeretnek, az nekem pontosan jó. Tehát a zenész társadalom ilyen értelemben igazad van, hiszen a zenész társadalom elismerte azt, hogy ott vagy én úgy érzem, között. Hogy igen, most már azért helyemen vagyok, ha mondhatok ilyet, de ez egy furcsa az a számomra, mert amikor én 14 éves gyerek voltam, és meghallottam Eric Claptont, a Creamet, hát azt mondtam, igen. Anyukám meg azt mondta, kapcsolt ki fiam ezt a borzadályt. Itt kezdődött a furcsa konfliktus az életemben. Tehát ez egy folyamat volt, és a gitárpárbajnak nyilván nem lett vége, bár utána 15 év, másfél évtized jött a következő, és akkor addigra pedig felnőtt egy olyan generáció, amit ma már azok is, akik most a 30-as, 40-es éveiket tapossák is ismernek, hiszen ebben már a Tátrajék, Karácsony James, Závodiék, mindenki Alapi. Ott van. Alapi. Hát igen, újakat is hívtunk, hát Alapi még akkor úgynevezett fiatal volt, de most volt 17-ben a harmadik gitárpárbaj, ahol aztán tényleg szó szerint voltak ilyen, hát egy 12 éves kisgyerek, most nem jut eszembe, mert Fehér Tamás, azt hiszem, még egy másik srác, egy 20 éves srác. Tehát azért, hogy lássák, hogy azért jönnek utánunk, akik gitárt fognak a kezükbe, és nem csak celebek akarnak lenni, ez nagyon fontos. Ez elkerülhetetlen egyébként? Mármint tehát, mi? Hogy a celeb világ átvette a hatalmat, ha úgy tetszik, de bizonyos körökben, és azt gondolom, hogy ez a Pest is jó példa, bizonyos körökben azért továbbra is a teljesítmény számít. Figyelj, én bementem egyszer-kétszer, most adjam ki teljes az eddigi beszélgetésemben, azt vágták, nem vágták, mert ez csúnya szó, azt mondták, mindenféle Miki, mondjuk az a Story magazin. Borítsatok fel egy villamost, egy címlapon vagytok, ennyi. Tehát az most megjelent az új lemezünk, meg jó a lemez, vagy nem jó, az nem érdekes. Tehát ez egy ilyen értelemben nem jó világ, ha úgy tetszik. Nem szerencsés. Viszont tanulságos abban az értelemben, hogy amikor tanítasz, és adott esetben, ahogy mondtad, itt Fehérváron is majd elkezded, akkor ezt át lehet implantálni. Hogyne, én el is mondom, de azért egy-két tanítványomtól megkérdezem, hogy na és mi szeretnél lenni? Híres. Akkor én mondom, rendben, akkor menjél, csinálj valami rettenetes dolgot, és híres lesz. Igen, hát ez a világban jelen van, mert érdekesnek kell lenni, ez nagyon fontos. Most hadd mondjak egy percbe valamit. Nekem volt egy gitárszólom, ugye volt egy ilyen alakú gitárom, ezt repülővébetűnek hívják, és csináltam egy önálló 5 percet a koncerteken, és azt vettem észre, hogy hát én akkor mentek ki söréért, hogy mi ez a zörgés, ezért, meg elmentek pisilni, na mondom, kitolok én veletek. És kitaláltam, hogy beteszek két ilyen úgynevezett, amit a születésnapokon használok, ugye tűzesőt. Ezt meg legyártották nekem, megcsináltam. Na, ennek híre ment, már az Apostolban csináltam, híre ment. Onnantól kezdve az volt, hogy akkor jöttek be mindenki, amikor most lesz a gitárszót. Tehát kénytelenek voltak végighallgatni, hogy én most egy okító gitárszót létrehozok. Tehát ez fontos, hogy ugye valami érdekes történet, ezt el kell fogadni. Ennyi. Ez a gitárpárban is volt, tehát, hogy azt mondta, hagyd már ezt a vétézi játékot, te anélkül is jó vagy, mondom, te ezt tudod,
de a közönségnek ez fontos. Tehát egyik oldalról a közönség fontos, ahogy mondtad, a másik oldalról pedig, tehát a szakma tisztelete és szeretete azért az tovább visz mindig. Ennek hogy lehet tanújjelét adni? Hogy fogadod be te magad ezt a szeretetet, ami a társakból feléd árad? Most ez konkrétan zenekarra, vagy a közönségre gondolsz ebbe az esetben? Hát először beszéljünk a közönségről, hiszen a közönség igényes. Nagyon fontos. De a közönséget be kellett csapnom ahhoz, hogy elhiggyék, hogy jó, amit csinálok. Ez szomorú. Ez egy kicsit szomorú. Most nyilván hülyeséget beszélek, mert egy csomó embernek nincs szüksége a tűzijátékra, és akkor is azt mondja, hogy ez jó volt. De kell még az a plusz embereként meg segíteni kell az, hogy nem menj ki a teremből, ez lehet, hogy tetszeni fog neked. Így a kettő együtt már működik. Tehát aztán vannak a zenekarban a társak, akik értelemszerűen, tehát egy csapatot alkottok, ez nagyon-nagyon fontos, igen. És vannak azok a zenészek, akik csak hírből ismerik, hogy Felkai Miketet, Jenny. Melyik, amit fontossági sorrendbe tennéd ezt a három dolgot? Hadd mondjam azt, hogy 14 éves koromban, amikor 15 éves koromban, akkor az osztálytársaim mondták, hogy mi ki jön az Illés együttes. Hát ugye nem tudtuk ki az az Illés, de aztán láttam, hogy ki az Illés, és akkor úgy gondolkoztam később, hogy mikor fogják azt mondani az iskolában, hogy Béla vagy Lajos, gyere be, jön a Felkai Jam. Tehát én ezt soha nem fogom megtudni, mert nem vagyok ott. De számomra ez egy fontos dolog volt, hogy valószínű az Illés együttes nagyon fontos volt már az osztálytársaimnak is abban az időben. És ez megmaradt, mert ugye én nem ezt tartottam legfontosabbnak, de azt igen, hogy biztos el fog terjedni, hogy amit csinálunk, az jó. Ebbe bíztam mindig. A Felkai Jam az milyen gondolat mentén született? Hát úgy kezdődött, hogy Felkai Blues Brothers, hát 94-ben, mikor hazajöttem a külföldi vendéglátozásban, azt is kipróbáltam, és azt láttam, hogy mindenütt blues kocsmák vannak. Hát mondom, akkor ez az én időm. És akkor Blues Brothers lett, csak gyorsan váltani kellett, mert minden kocsmába kérték, hogy Blues Brothers-t játszunk. De hát mi nem játszottunk Blues Brothers-t, mert az egy nagy zenekar. Mi meg csak négyen voltunk, úgyhogy így lett Felkai Jam. Hát gondoltam, a Carlos Santana hordja a saját nevét, hát vagy Bergendi Pista, akkor legyen egy Felkai Jam. Az 97-98-tól lett Felkai Jam. Meg annyi stílusban játszottál, meg ennyi összetételű csapatban. Melyik volt, ami számodra meghatározó volt? Mert azért, tehát nyilván itt, ha ívet adunk ennek a hosszú pályának, akkor volt olyan, ami hiányzik, ami mindent visz. Én azt mondom neked, hogy ez egy nagyon fontos lépcsőjárás volt. Nem csak minőségre gondolok, tanulásra. Az apostolban rengeteg. Hát ott komoly konzervatóriumot végzett zenészek voltak. Tehát egy nagyon komoly munka folytott, csak a zenei stílus az más volt. A Color az egy zseniális dolog, ők ösztönös zenészek voltak. A Deák Billel játszottam egy évet, hogy 80 durván több, mint egy évet. Az is nagyon komoly, ezek nagyon komoly tanulságok voltak számomra, tanultam, de azt kell, hogy mondjam neked, hogy én még mindig azt mondom, hogy még a legjobb zenekaromat nem csináltam meg, és lehet, hogy Székesfehérvár lesz. No, milyen gondolatokkal jöttél ide hozzánk, nekünk, Fehérvárra? Hát ez egy családi történet, amit a párom nem nagyon szereti, hogyha a családot szerepeltetem, úgyhogy azt mondom, hogy a család úgy döntött, hogy Pestről jöjjünk ide. Nyugodt város, szép város, működő város, kultúrváros, és hát az ő rokonsága közel a Székesfehérvárhoz, ez nem mellékes, úgyhogy itt minden összeállt, és így. Én meg mennyi most, ez 70 kilométerre messze vagyok Debrecen. Milyen tervekkel érkeztél, hiszen említetted Szőr mentén, hogy azért megvannak azok a tervek. Hát a zenekaraimat nem adom föl, tehát van a Phantom az például, akik Color számokat játszunk, akkor van a Felkai Jam természetesen, a Bergendi zenekarban én vendég voltam, mert ugye úgy jöttem az Oroszlán Gyuri után, aki abba hagyta, tehát az nem az én zenekarom, én csak állandó vendég voltam. A tervem az, ahogy mondtam, hogy vannak itt Fehérváron kiváló zenészek, csak ugye őket még most ismerem meg. És azt mondták, mert most nem mondok neveket előre, nehogy beégjen a dolog, hogy tényleg, hát próbáljunk. De jött a koronavírus, ezt megbeszéltük március elején, és azóta nem találkoztunk. Úgyhogy még azt sem tudom, hogy néz, hát tudom, mert láttam őket képen, hogy ki kell fogok találkozni. Remélem kellemes meglepetést fogunk tudni okozni a fehérváriaknak. Bizakodó vagyok, és pontosan ezért én is bízom ebben, hiszen kitisztul a világ, reménykedjünk benne rövidesen, és Jimi Hendrixet említetted, akkor egy Jimi Hendrix idézettel hadd búcsúzzam, amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, a világ meg fogja ismerni a békét. Hihetetlen. És ehhez
te azt hiszem, hogy jókor érkeztél, hogy tevőlegesen is hozzájárulj, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm a meghívást, köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Magyarország egyik legismertebb és legjobb gitárosa volt a vendégem, Felkai Miklós, aki immáron székesfehérvári, úgyhogy bizakodhatnak önök is, hogy találkozhatnak vele. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!